Kedves nézőink, szeretettel köszöntjük Önöket a Reménység proféciái tanulmássorozat újabb alkalmából. A hetedik alkalommal vagyunk együtt immár, így a technika felkínálta lehetőségek révén. Az elmúlt időben egy érdekes proféciai jövendőlésre irányítottuk tekintetünket az elmúlt alkalommal, és láthattuk azt, hogy a babiloni fogságból való visszatérés utánhoz képest Isten egy egészen pontos, hajszálpontos időproféciában mutatta meg az ő népének, mikor fog megjelenni a Messiás, és mikor fog meghalni. Talán ezt a proféciát, a 77-re kiterjedő proféciát nevezhetjük a legpontosabb, a legkonkrétabban célra mutató, történelmi értelemben vett célra mutató proféciának a messiási proféciák közül. Ma pedig tovább folytatjuk a proféciák boncolgatását egy másik jövendőléssel, amelyről azt is mondhatnánk, hogy gyakorlatilag egy tőről szabták az előző jövendőléssel, amely hosszabb időre terjed ki, egy másik eseményre mutat előre, egy olyan eseményre, amely szoros összefüggésben van az előző proféciának a csúcspontjával, Jézus Krisztus halálával. De hogy pontosan mi ez, azt majd a bibliatanulmány során fogjuk megtudni. Ma este igét hirdet Pálffy Miklós lelkész, és azt a kívánságom, hogy Jóisten vezesse őt is az ige hirdetésben, önöket pedig a megértésben és az elfogadásban. És ne feledjék, várjuk az önök visszajelzéseit, kérdéseit, kéréseit a képernyőn megjelenő e-mail címen, illetve a Facebook oldalunkon. Szeretettel válaszolunk ezekre is, akár személyesen, akár nyilvánosan, attól függően, ahogy önök ezt kérik. Kívánok jó odafigyelést és kellemes időtöltést az ige mellett. Szeretettel köszöntelek, kedves keresztény testvéreim és barátaim az Úr Jézus Krisztusban. Íme egy újabb alkalom nyílik számunkra, amikor Isten igéjével foglalkozhatunk. Ezek az idők, amelyeket élünk, talán eszünkbe juttatják azt, hogy mennyire törékenyek vagyunk, mennyire sebezhetőek. De ugyanakkor azt is eszünkbe juttatják, hogy Isten a nehéz időket, a megpróbáltatásokat előre látta. Jézus mondja a tanítványoknak búcsú beszédében, a János Evangélium a 16. fejezetében, hogy ímé előre megmondtam néktek, hogy amikor meg lesz, akkor higgyetek. Nos, kedves testvéreim, a mostani alkalommal a bibliai proféciáinak egy újabb epizódjával fogunk foglalkozni. Egy olyan bibliai proféciával, amely emlékeztet minket adventistákat, a mi származásunkra. A címe a mai prédikációnak
A Biblia a leghosszabb idő proféciája. Lehet, hogy ha valamennyien visszagondolunk arra az időre, amikor gyerekek voltunk otthon a szülői házba, ugye olyan kellemes érzés fog el minket, visszaemlékszünk édesanyánkra, hogy megsimogatta fejünket, visszaemlékszünk apánkra, ahogy fáradtan hazajön, emlékszünk a nyarakra, azok, akik háznál, házban nőttek fel, ahogy én is, valószínű, hogy talán valamennyivel szebb gyerekkoruk volt, mint ha nem házban nőttek volna fel. Ugye emlékszünk az udvar minden zugára, tudjuk, hogy hol játszottunk, és hát gyerekkori emlékek jutnak eszünkbe, barátaink. Valahogy egy ilyen visszaemlékezésre hívlak meg a mostani alkalommal, amikor arról fogunk gondolkodni és beszélgetni, hogy honnan is indult az advent nép. Nem elég természetesen csupán csak a múltra gondolni, hanem ha valami nemeset hoztunk magunkkal a szülői házból, akkor azt tovább kell fejleszteni. Nem csak továbbadni, nem csak megőrizni, hanem tovább kell fejleszteni. Így lesz annak igazi értéke, és amikor a bibliai igazságokról van szó, csupán csak így érhet valamit az, amit örököltünk a mi elődeinktől, az advent pioníroktól, akik ezeket a dolgokat ugye felfedezték, és ha csupán tovább adjuk, és nem csak tovább adjuk, hanem tovább fejlesszük a hitet, a megértést, a felfogást az Isten dolgairól. A mostani alkalommal a Biblia leghosszabb proféciájával fogunk foglalkozni, amint említettem, és olvasom az ígét, hát előbb egy idézetet a Nagy Küzdelem című könyv, mi a Szentély című fejezetből. A Nagy Küzdelem című könyv 409. oldalán a következőket olvashatjuk. Az az ige, amely az advent hit legfontosabb alapja és támasztó pillére, ezt a kinyilatkoztatást tartalmazza. 2300 estvégig és reggelig, azután kiderül a szent hely igazsága. Nos, ha valaki tudni szeretné, hogy mi az advent hitnek a magva, a lényege, akkor ebből az ígéből megtudhatja, és a mostani alkalommal pontosan ezt az ígét, és természetesen azt a proféciát, ahonnan ez az ige, ahonnan az ige származik. Ugye a Dániel könyvének 8. fejezetéről van szó, ahol a 14. versből olvastuk az imént a gondolatot. Egy szentének a megtisztításáról van szó. Nos, egy nagyon fontos dolgot kell elmondanom, ami a proféciák jellegzetességét illeti. Van egy többek között egy nagyon fontos jellemvonása a bibliai proféciáknak, főként az apokaliptikus végidőre szóló, vagy hatalmas időközöket átölelő proféciáknak. És tulajdonképpen ez a jellemzője a párhuzamosság. Más szóval fogalmazva, az Isten úgy jelentette ki a jövőt, hogy nem egyetlen egy profétikus kijelentést adott, hanem többször, több metaforák segítségével, olykor több profétán keresztül kijelentette ugyanazt, tehát párhuzamokat fedezhetünk fel a bibliai proféciákban. Most itt olyan példával élnék, amely talán kézenfekvő mindenkihez, mindenki számára hozzáférhető. József álmaira, ha visszaemlékszünk, ugye József megálmodta, hogy 11 kéve, ugye, a mezőn, az ő kévéje előtt meghajolt, és az ő kévé ugye lábon állva fogadta ezt a tisztelgést. Na most József ugyanarról másodszor is kap kijelentést, amikor a nap, a hold és 11 csillag meghajolnak ő előtte. A valóságban ezek a proféciák több évtized múlva teljesednek, amikor ugye József előtt a testvérei
meghajolnak, és egy bizonyos értelemben a szülei is alárendelt viszonyban vannak vele szemben, természetesen ő ezt nem így fogja fel, de a valóság az, hogy ez az alárendelt viszony József és a testvérei között megvalósul, József szándéka és akarata nélkül. Nos, ezt az eseményt a Szentírás kétszer jelenti ki. Itt találjuk azokat a párhuzamokat, amelyekről beszéltünk, tehát ugyanarról az eseményről, profétikus eseményről József esetében kétszer számol be, kétszer jelenti ki azokat Isten. Na most egy picivel tovább megyünk, a fáraó esetében is hasonlóképpen történik, ugyancsak József életéről van szó. A fáraó ugye kétszer álmodik ugyanarról az eseményről, két profétikus kijelentés párhuzamban ugye, különböző metaforákkal, de ugyanazokra az eseményekre utalnak, ugye a hét tehén, meg a hét tehén, a hét kövér tehén, aztán a hét sovány, vékony tehén, amelyek felfajják a kövér teheneket, majd később a hét búzakalász, a termékeny, meg a nagy szemeket tartalmazó búzakalász felfajja a következő hét nagyon vékonyka búzakalászt. Na most, ha megfigyeljük, még egy fontos dolgot találhatunk ezekben a párhuzamokban, hogy ezek a párhuzamok az előző részletekhez viszonyítva újabb részletekkel gazdagítják az ismereteket. Például József esetében a kévék, ugye csak 11 kéve van, majd később a következő látomásban nem csupán csak 11 csillag, hanem oda jön már a nap és a hold. És hasonlóképpen a fáraó álmaiban is, és más-más bibliai proféciák esetében is gazdagodik az információ. Na most térjünk akkor Dániel proféta könyvének 8. fejezetéhez. Én azt javasolnám minden kedves testvérnek, testvérnek, keresztény barátoknak, hogy mielőtt meghallgatják, vagy mielőtt tovább hallgatnák ezt a prédikációt, legyenek olyan kedvesek, és olvassák végig a Dániel proféta könyvének 2., 7. és 8. fejezeteit. Amiket most mondok, azok mind megtalálhatóak ezekben a fejezetekben. Láthatunk egy megdöbbentően pontos párhuzamot, ugye a Dániel proféta könyvének 2., 7. és 8. fejezetei között. Ugyanis, amit a Dániel könyvének 8. fejezetében tanulmányozunk, azt némileg már megjelentette Isten más fejezetekben, avval a különbséggel, hogy különböző fejezetek újabb információkkal gazdagítják a profécia üzenetét. Na most a Dániel könyvének 8. fejezetében van egy hiányosság, ami a 7. és 2. fejezetekben felelhető, ugye a babiloni birodalom nincsen bemutatva. És talán ennek is nem sokára látni fogjuk az okát, hogy miért nem beszél a 8. fejezet a babiloni birodalomról. Nos, olvasnám az ígét, csupán csak egy ígét a Dániel könyvének 8. fejezetéből. Olvasom a 3. verset. És felemelém szemeimet, és látám, és íme egy kos áll a folyam előtt. És két szarva vala, és a két szarv magas vala, de egyik a másiknál magasabb, és a magasabb később növekedik. Láttam ezt a kost szarvaival öklelkezni napnyugat, észak és dél felé, és semmi állat nem állhatta meg előtte, és senki sem szabadíthatta meg kezéből, és tetszése szerint cselekedik, és nagyjá lőn. Nos, íme a bevezető része Dániel látomásának, ugye egy kossal kezdődik, amelyiknek két egyenletlen szarva vala. A 8. fejezet vége fele az angyal elmondja Dánielnek, hogy ez nem egyéb, mint a Méd-Perzsa birodalom. Dániel könyve a profécia magyarázat ABC-je. Azért, mert a könyvben Isten fejti meg a látomásokat, ha nem is mond el minden, de a lényeges információkat Isten megfejti Dániel számára, és így számunkra sem. Nem kell nekünk találgatni, hogy mit is jelent a proféciában egy kétszarvú kos. Nos, az egyik szarv nagyobb lesz, mint a másik, és ez a szarv, amelyik nagyobb lesz, mint a másik, utóbb növekszik meg.
Ugye a Méd-Perzsa birodalom két népnek a keverékéből, vagy két nép összefogásából jön létre. A médek voltak azok, akik jeleskedtek az elején, de aztán úgy emlékszünk inkább erre a birodalomra, hogy a Perzsa birodalom, tehát a perzsák kerekedtek fel, ugye. Na most, ami a kost illeti, ennek megvan a Dániel 7. és 2. fejezetében is a párhuzama. A 7. fejezetben ott van egy medve, amelyik az egyik oldalára dől, tehát ez a kettősség, ugye, amelyikben egyoldalúság van, és három oldalborda a medve szájában, itt pedig három égtáj irányában halad ez a kost, tehát az első három ország, amit meghódít, aztán Dániel könyve 2. fejezetében az ezüst mell és a két kar, ott is megvan a kettősség, ugye, tehát látjuk ennek a párhuzamát szépen a Dániel könyvébe. Aztán jön egy kos, bocsánat, a kos után jön egy kecskebak, ahogy láthatjuk a Dániel könyvének 8. fejezetében, amelyről azt jegyzi fel a Szentírás, hogy ez a kecskebak olyan gyorsan közlekedik, hogy a lábával nem éri a földet, más szóval ez a kecskebak repül. Egy nagy, erős szarv van a fején, és mikor hatalmassá válik a földön ez a kecskebak, akkor ez a szarva eltörik neki, helyében négy kisebb szarv növekedik. Az angyal azt mondja Dánielnek, hogy ez a görög birodalom és a nagy szarv az az első király, akit mi a történelemből Nagy Sándor néven ismerünk. Na most ennek a párhuzama, hogy a 7. fejezetben a négy szárnyú párduc, ugye párduc, de szárnya van, tehát repül, négy szárny és négy fej, négy szarv a kecskebakon, és a Dániel 2. fejezetében pedig a réz oldalai a szobornak jelképezik ugye a görög birodalmat. Aztán a Dániel könyvének 8. fejezetében a harmadik szereplő egy kis szarv, ugye, amelyről nem sokára egy kicsit többet fogunk olvasni. Ennek a kis szarnak ugye megvannak a párhuzamai a 7. és 2. fejezetekben is, habár itt egyetlen egy szimbólummal két hatalmat jelképez a Szentírás. A Dániel 7. fejezetében ugye ott van a vasfogú rettenetes fenevad, ami a pogány római birodalmat jelképezi, és a Dániel 2. fejezetében természetesen a vasból való lábszárak. Nos, a 2. és 7. fejezetekben, illetve a vaslábszáraknak és a 7. fejezetben lévő fenevadnak van egy furcsa, szokatlan nyúlványa. A vaslábszárak ugye vas és agyag természetellenes ötvözetű nyúlványa a római birodalomnak, majd aztán a Dániel 7. fejezetében lévő fenevadon egy furcsa, szemekkel és szájjal rendelkező kis szarv, ami aztán megnövekedik, és termetére is nagyobbá válik, mint a többi, ami ugyancsak a római birodalomnak egy furcsa, szokatlan nyúlványa. Na itt a 8. fejezetben egyetlen egy kis szarval szemlélteti a Biblia úgy a pogány, mint a keresztény Rómát. Egy kicsit vizsgáljuk meg tüzetesebben a kis szarv tevékenységét, amelyről itt a Dániel könyvének 8. fejezetében olvasunk. Ezeket mind azért mondtam el, hogy megóvjon minket az eltévedéstől, ami a profécia magyarázatát illeti. Én tudom azt, hogy nagyon sok keresztény teológus és prédikátor oly módon próbálják magyarázni ezeket a dolgokat, hogy a saját vagy esetleg más egyházak múltbéli cselekményeit valahogy kendőzzék. Viszont a Biblia az a legbiztosabb út, amelyet Isten számunkra adott, hogy járjunk rajta. Ezért én ragaszkodom ahhoz, amit a Biblia tanít, és íme így a párhuzamba nézve a Dániel könyve 8. fejezetét nem tévedhetünk el, és nem magyarázhatjuk félre a proféciát. Nos, a Dániel könyve 8. fejezetében, ugye, olvasom a 10. verstől kezdődően. És megnöve, tehát a kis szarvról olvasom, és megnöve mind az ég seregéig,
és a földre vete némelyeket a seregből és a csillagokból, és azokat megtapodá. És a seregnek fejedelmeig növekedik, és elvette tőle a mindennapi áldozatot, és elhányattaték az ő szentségének helye. És sereg rendeltetett a mindennapi áldozat ellen, a vétek miatt, és a földre veti az igazságot, és cselekszik, és jó szerencséje van. És hallék egy szentet szólni, és mond egyik szent annak, aki szól vala, meddig tart-e látomás a mindennapi áldozat és a pusztító vétek felől, és a szent hely és a sereg meddig tapostatik? És mondanékem, 2300 estvég és reggelig, azután kiderül a szent hely igazsága. Most a Szentírás bemutat egy olyan hatalmat, amely tevékenysége mögött a sátán áll. A némely kifejezések, amelyekről olvastunk az imént, megjelennek olyan szövegkörnyezetbe, profétikus szövegkörnyezetbe, amelyek egyenesen sátánra utalnak. Na most ez a kis szarv, ugye, azt olvastuk róla, a tevékenységéről, itt most én 4 pontban és párhuzamban természetesen, amint elmondtam, próbáltam összefoglalni az olvastakat és azoknak teljesedését. Nos, amit olvastunk a szarvról, a kis szarvról, meg amit nem is olvastunk, mert a 9. verset nem olvastam el, hogy a 9. vers elmondja, hogy a kis szarv a 4 görög királyság közül egyikéből támad. Ugye 168-ban Krisztus előtt a rómaiak a Pidnai csatában legyőzik Perseuszt, az utolsó görög királyt, aki Nagy Sándor családjából és dinasztiájából származik. Tehát íme a római birodalom a kis szarv személyében a világtörténelem színpadjára lép. Azt olvassuk még róla, hogy ugye elfoglalja a kívánatos földet. Krisztus előtt 63-ban a rómaiak a birodalmuk részévé teszik Palesztinát, és természetesen a zsidóságot. Aztán azt is olvastuk a kis szar tevékenységről, hogy a fejedelmek fejedelme ellen támad. Krisztustán 31-ben egy római helytartó személyében a rómaiak habár zsidó akaratra és zsidó nyomásra, de akkor is egy római helytartó és római katonák ítélik és végzik ki Jézus Krisztust, és elpusztítja ugye a szent helyet. Ezt tette Krisztustán 70-ben Titus, a római hadvezér, amikor Jeruzsálemmel együtt elpusztította a templomot, és erre a proféciára utal Jézus Krisztus, amikor azt mondja a Máté evangélium a 24. fejezetének 15. versén, mondjuk, hogy látjátok, hogy a pusztító utálatosság ott áll a szent helyen, amelyről Dániel proféta beszélt akkor, akik Judában vannak, fussanak a hegyekbe. Tehát Jézus Krisztus alkalmazza már az ő idejében ennek a kis szarv, profétikus kis szarnak a tevékenységét, és a római birodalomra alkalmazza ezeket a dolgokat. Na most, a leírásban vannak olyan részletek, amelyek nem teljesedtek a római birodalom idején, hanem csupán csak később, amikor a római császárok helyét a pápák foglalták el, és létrejön egy államegyház, amely tovább viszi ezt az uralkodást. Ugye azt olvastuk, hogy a földre veti az igazságot. Na most az egyházatyák idejétől kezdve mindmáig, ugye katolikus teológia Isten parancsolatait megváltoztatta, eltörölte a kegyelemből való üdvösség tanát, földre veti az igazságot, aztán elveszti a szenteket, habár ez igaz volt ugye a római birodalom idején is, de hasonlóképpen igaz volt a római egyház idején is. Ugye a katolikus egyház intézményei által ezrek halálra ítélését szolgalmazta a vallásos okok miatt. Aztán azt is olvassuk róla később, a 8. fejezetben, hogy nem a saját ereje által válik hatalmassá. Az egyháznak, a Róma egyházának mindig szükség volt egy szekuláris karra, katonasságra, és ugye tudjuk, hogy Európa királyai voltak azok, akik végrehajtották ezeket az inkvizíció és egyéb intézmények által való ítéleteket. És ugye elveti
a szentélyi szolgálatot, vagy a mindennapos áldozatot most itt nem fogunk részletekbe bocsátkozni, hanem ennyivel elégszünk meg, hogy elveti a szentélyben való szolgálatot. Ugye, hogyha a rómaiak meg is szüntették a földi szentélyben való szolgálatot, annak úgysem volt jelentőség az üt történelemben, mert a Krisztus halálával a kárpit kettéhasat Isten jelét adva annak, hogy a ceremoniális hitrendszer véget ért. Nos, itt a kis szarv nem a földi szentély szolgálatot szünteti meg, vagy próbálja elpusztítani, hanem meglátjuk, hogy miről van szó. Nos, a látomás eljut egy olyan pontra, amikor valaki felteszi a kérdést, de meddig lesz ez az áldatlan átkos állapot, amikor Isten munkája szenved. Ugye, és jön a válasz, hogy 2300 estvégig és reggelig, azután kiderül a szent hely igazsága. Na most feltevődik a kérdés, hogy mit értett Dániel ezekből. Látjuk azt, hogy Dániel szenved, mikor hallja ezeket a dolgokat. Mindenképpen a mennyei lények látványára is elgyengült a proféta, valószínűleg itt már nem volt fiatal. Olvasok a 15. versben, hogy én Dániel láttam-e látomást és keresim az értelmét, majd a 27. versben olvasok, hogy álmélkodám ezen a látáson és senki sem értette. Tehát, először is látjuk azt, hogy Dániel nincs tisztában, nem érti azokat a dolgokat, amelyek megmutattattak néki. Dániel valószínűleg gondolhatott a földi szentélyre, ugye, ami Jeruzsálemben romokban hevert, és hogyha alkalmazzuk a bibliai profétikus idő magyarázatot, értelmezést, ami egy profétikus nap egy valóságos évet jelent, és hogyha Dániel csupán csak belegondolt abba, hogy talán a zsidó templom még 2300 évig romokban hevel, még ha csupán csak rá is gondolt, biztos, hogy ettől is már rosszul lett, mert ő látta azt más proféciákból, hogy a fogságnak az ideje lassacskán a végéhez kell, hogy érjen. Nos, mindenképpen Dániel nem értette. Valahogy ellentmondásosnak tűntek számára ezek a proféciák, és az angyal figyelmezteti Dánielt. Azt mondja az angyal három ízben is Dánielnek, hogy a 17. versben az utolsó időre szól, ugye ez a profécia, a látomás, az utolsó időre szól, 19. versben azt mondja, hogy én megmondom néked, mi lesz a haragnak végén, mert a végső időre szól, és a 26. versben, és az estvéről és reggelről való látomás, amely megmondatott igazság. Te azonban pecsételd be látomást, mert sok napra való. Más szóval, Dániel, ennyit mondhattunk meg neked, a te idődet nem fogja érinteni, ami a 2300 napról és éjszakáról van szó, ez téged nem érint, ez majd az utolsó időben élő nemzedékeket fogja érinteni. És Dániel bepecsételi a látomást, és évezredek telnek el, ameddig aztán ugye 1816-14-16 táján egy amerikai Biblia kutató, aki igazából csupán csak így magánéletében volt Biblia kutató, tehát nem egy teológusról van szó. Miller Vilmos 1814 táján elkezdi napvilágra hozni ennek a proféciának a mondani valóját. És amikor Miller Vilmos a proféciát tanulmányozta, hogy a Dániel könyvét, eljutott a Dániel könyvének a 8. fejezetéhez. Kiszámolta, és most evel nem fogunk részletesen foglalkozni, majd később egy kicsit úgy nagyon röviden, tömören elmondom. Kiszámolta, és a profécia teljesedése 1843-44 táján jött ki neki a számítás. Na most ismerjük a nagy csodás történetét, nem történt meg az az esemény, amelyet Miller hirdetett, ugyanis Miller úgy gondolta, hogy a szentély megtisztítása az Jézus Krisztus második eljövetelét jelenti. Hogyan jutott ő erre a következtetésre? Miller Vilmos a Bibliában 7 dolgot talált, amelyet a Biblia szentélynek nevez. Hát először is a jeruzsálemi templomot, meg természetesen a szent sátrat, de ugyancsak a szentélyről van szó, tehát a fizikai épületről, ami a zsidó népnek adatot. Másodszor a szentek szentjét nevezi a Szentírás még szentélynek, vagy szenthelynek. Aztán Izrael népét nevezi a Szentírás,
szentének. Jézus Krisztus mondja saját magáról, ugye, roncsátok le ezt a templomot, és 3 nap alatt felépíte. A mennyet nevezi még a Szentírás szentének, a szenteket, vagyis Isten új testamentumi egyházát, és a földet. Nos, Miller, amikor tanulmányozta ezeket a dolgokat, akkor megpróbálta, hogy kiiktassa azokat a lehetőségeket, amelyek ugye már nem voltak alkalmazandóak, tehát a templom már nem létezett ugye Jeruzsálemben. Aztán a szentek szentje természetesen az sem létezett. Izrael népe el volt már pusztítva, a 19. században ugye vannak zsidók, de nem a 12 törzs. Jézus Krisztus nincs mit megtisztítani, mert ő mindig tiszta volt. A mennyet sem kell megtisztítani, mert a mennyben nincsen bűn. És a két utolsó lehetőség maradt. Előbb Miller Vilmos a szentekre gondolt, hogy valószínű, hogy a profécia szentek megtisztítására utalhat, és itt lehet nem is tévedett olyan nagyot. De ő azt gondolta, hogy a szentek megtisztítása Jézus Krisztus második eljövetelével fog történni, és legvégül 1842 táján Miller Vilmos azt vallotta, hogy valószínű, hogy a föld megtisztításáról van szó, és ez mindenképpen a Biblia egyéb igéi alapján is Jézus Krisztus második eljövetelekor fog megtörténni. Tehát a föld megtisztítása, Jézus Krisztus második eljövetele 1843. október 22-én fog megtörténni. Na most azonban Miller figyelmét valamilyen oknál fogva elkerülte az az ige, amit a zsidókhoz írt levél 8. fejezetének első 2 versében olvashatunk, hogy földoló pedig azokra nézve, amiket mondunk, az, hogy olyan főpapunk van, aki a mennyei felség királyi székének jobbjára üle, mint a szent helynek, és am az igazi sátornak szolgája, amelyet az Úr és nem az ember épített. Na most ezt az igét Hiram Edson és Kreuzer és egyéb testvérek ugye megértették a nagy csalódás után, és egy teljesen új teológiai hitrendszer tárult eléjük, új igazságokat fedeztek fel ezáltal a Bibliából, és megértették, hogy nem a földi szentélyt kell megtisztítani, sem a földet, sem egyebeket, hanem a mennyben létezik egy szentély, és nem csak szentély, hanem szentély szolgálat is. És ugye akkor újra érvényt kapott az az ige, amelyről Whitehelyen mondja, hogy az advent hit alapja és tartószlopa, 2300 estvégig és reggelig azután kiderül a szent hely igazsága. Na most egy kicsit foglalkozzunk evel a kifejezéssel, hogy kiderül a szent hely igazsága. A magyar nyelvre Károli így fordította le, és nem tévedett, viszont a megfogalmazás nagyon tág, nem mond nagyon pontosat. Ezért idehozok egy néhány fordítást, a román Cornilescu így fordítja le, hogy megtisztítatik a szentély, aztán a New International Version így fordítja le, hogy a szentélyt újra felszentelik. A English Standard Version így fordítja le, hogy a szentélyt visszahelyezik igaz állapotába, nagyon szeretem ezt a kifejezést, ahogy le van fordítva, és a revideált új fordítás a szentély visszanyeri eredeti rendeltetését. Ez is nagyon tetszik, ahogy le van fordítva. Na most azt jelenti, hogy a mennyei szentély be lett szennyezve. Lehet, hogy valakinek a gondolatja is megáll, amikor arra gondol, hogy a mennyei szentély be lehet-e szennyezni a mennyei szentélyt. Igen. És mindjárt látni fogjuk, hogy hogyan. Na most még egy kicsit időzünk itt, hogy mi az, amit a mennyei szentély szolgálatának megrontása magába foglal. Mert ha nem értjük meg, hogy mi az, ami meg lett rontva, akkor azt sem fogjuk megérteni, hogy mi az, amit helyre kell hozni. Nos, hát először is a 13. vers azt mondja, hogy a szent hely és a sereg meddig tapostatik, tehát a szent hely taposva van. Ugye a mennyei szentélyt Isten népének bűnei szennyezik be.
látni fogjuk, hogy a földi szertartás alatt, amely ugye csak másolata, árnyéka a mennyei szolgálatnak, szentély szolgálatnak, ugye a bűnök, amelyeket Isten népe megvallott, nem voltak eltörölve a bűnvallomás pillanatában, hanem csupán csak megbocsájtva, és a bűnök ugye ott maradnak a mennyei könyvekben. Aztán azt mondja, hogy a seregek fejedelmig növekedik, ez a kis szarv, és elvette tőle a mindennapi áldozatot. A keresztény Róma, ugye, így módon lázadt a seregek fejedelméig, vagy emelkedett a seregek fejedelméig, hogy a krisztusi jogkört, ugye, mint mennyei főpap, a papságra, a földi papságra helyezte, és ilyen titulusok segítségével, mint Krisztus földi helytartója, vagy Isten földi helytartója, és így tovább, és így tovább. Aztán harmadsorban, amit megrontott ez a kis szarv, azt mondja, és a seregek fejedelmég növekedik, és elvette tőle a mindennapi áldozatot. Hogy lehetne elvenni Krisztustól a mindennapi áldozatot? Hát semmiképpen nem úgy, hogy valaki felmegy a mennybe, és akkor onnan erővel, nem így, hanem úgy, hogy egy olyan hitrendszert vezetett be, amelyekben a szakramentális rendszer ugye érvényteleníti Krisztus mennyei főpapi szolgálatát. Aztán azt mondja, hogy elpusztítja az erőseket és a szenteknek népét, hát a pápaság halállal büntette azokat, akik a Biblia alapján élték életüket, és amit még ez a kis szarv megrontott, ugye az igazságot veti a földre, a bibliai megmentő igazságok helyébe pogány vallás tanításait vezette be a katolikus egyház. Nos, a szentély helyreállítása, ugye újra visszatérünk az igéhez, nem csak a szószoros értelmében egy mennyei szentély tisztítatik meg, hanem ugye a kérdés nem csak ezt célozza meg, hanem a kérdés így hangzik, és hallik egy szentet szólni, és mondja egyik szent annak, aki szól vala, meddig tart-e látomás a mindennapi áldozat és a pusztító vétek felől? És a szent hely és a sereg meddig tapostatik? Tehát több mindent magába foglal a szentély megtisztítása, mint csupán csak a mennyben lévő épület. És a válasz természetesen, amit már annyiszor hallottunk, na most egy kicsit számoljunk, ugye a Dániel proféta könyvének 9. fejezete megadja nekünk a 2300 év kiinduló pontját, ami Artaxerxes Longimanus Jeruzsálem újjáépítése felől való parancs éve Krisztus előtt 457, ugye, és ha 457-hez Krisztus előtt hozzáadjuk a 2300-at, akkor eljutunk 1844, és ha valaki nagyon pontos akar lenni, akkor október 22-éig. Röviden ennyit az időről. Na most egy néhány szót, hogy mit is jelent a szentély megtisztítása. El szeretném mondani azt, hogy Jézusról mondja Pál apostol a zsidókhoz írt levél 9. fejezetének 24. versében, hogy nem kézzel csinált szentélybe, az igazinak csak másolatába ment be Krisztus, hanem magába a mennybe, hogy ott most Isten szín előtt megjelenik érettünk. Nos, Jézus Krisztus ugye a mennyei szentélybe ment be, de azt mondja, hogy annak a szentélynek volt egy másolata. A Szentírás nem sok részletet közöl velünk a mennyei szentélyről. Viszont, hogyha a mennyei szentély szolgálatnak van egy másolata a Földön, ha azt szemléljük, akkor egyértelmű, hogy kellő információt kapunk, hogy megértsük, hogy mi történik a mennyei szentélyben. Na most a földi szentélyben két alapvetőleg minden szolgálatot, ami abban történt, két kategóriába lehet sorolni. Voltak a mindennapi áldozatok, ugye? Ezek az udvarban és a szent helyen történtek. Zárójelben tömören mondom el, hogy a földi szentélynek három része volt. Volt az udvar, aztán a szent hely, és a szentek szentje. Nos, a mindennapi szolgálat az udvaron, ahol az áldozatot hozták, történt, és a szent helyen, vagyis a szenti épületének első termében történt. Erről szól a
Mózes második könyve 29. fejezetnek 38. verse azt mondja, ez pedig az, amit áldoznod kell az oltáron. Esztendős két bárányt minden nap szüntelen. És minden egyéb áldozat így történt. Ennek a jelentése Jézus Krisztus mennyei főpapi szolgálata, amióta ugye feltámadt, mennybe ment, egész 1844-ig folyt ez a szent helyen lévő szolgálat, amelynek a segítségével ugye az ő áldozata értelmében bűnbocsánatot nyújtott minden megtérő bűnösnek. Nos, másodszorban a szentélyben lévő szolgálatok között volt egy évenkénti szolgálat, amikor egy évben csupán csak egyszer ment be a főpap a szentek szentjébe. A harmadik Mózes könyvének 16. fejezetében olvashatunk részletes dolgokat, erről most nem fogom részletezni, ami azt jelentette, hogy az év során megbocsájtott, megvallott bűnök, amelyek ugye jogi értelemben a szentélyre kerültek, azokat a bűnöket mossa le, tisztítja ki a szentéről, és így örökké a feledékenység tengerébe veti. Nos, mit is jelent ez a gyakorlatban? Kedves testvéreim, 1844-től napjainkig Jézus Krisztus végzi ezt a különleges munkát a mennyei szentek szentjében. Ez nem csak a bűn megbocsájtásáról szól, hanem a bűntől való szabadulásról szól. Na most, hogyha szétnézünk a világon, ugye a világunk mindenféle megoldást ígér az emberi problémákra, valaki depressziós, akkor menjen pszichológushoz, hogyha valaki beteg, menjen orvoshoz, hogyha valaki, mit tudom én, szegény, akkor dolgozzon, hogyha valaki nem tud dolgozni, akkor kapjon állami támogatást, és mindenfele azt ígérik nekünk, hogy jobb lesz, és az emberiség halad, ugye, és vannak olyan, akik azt mondták, hogy az az ember, aki 1000 évet fog élni, már megszületett, és így tovább. A Biblia az ellenkezőjét mondja. Az emberiség csődbe jut, elő vagy utóbb. Sem erkölcsileg, sem fizikailag, sem technológiával, sem semmilyen téren az emberiség nem fog tudni önmagától kikerülni ebből a zsákutcából, amelyben van. És minél gyorsabban halad az emberiség előre, annál eszeveszettebben közeledik a zsákutca végéhez. A Biblia beszél a civilizáció összeomlásáról, de ezen a helyen a Biblia szabadításról beszél. Amikor azt olvassuk, hogy 2300 estéig és reggelig, és utána kiderül a szentély igazsága. Amikor Jézus Krisztus ezt a különleges munkáját végzi, akkor minket szabadítani akar. Meg akar szabadítani a saját bűneinktől, a mi erkölcsi hanyatlásunkból és romlásunkból. De ugyanakkor, amikor ez megtörténik, akkor tiszta a mennyei szentély, akkor meg tudja pecsételni az ő népét. Van egy tiszta népe a földön, és megszabadít ettől a földi bűnös élettől is. Úgyhogy hazavisz. Befejezésre szeretném olvasni ezt az idézetet a Krisztus példázatai című könyv 70. oldaláról. Azt mondja, Krisztus sóvárogva várja, hogy képmása megmutatkozik egyházában. Krisztus akkor jön el népéért, ha majd az ő jellemét tökéletesen tükrözni fogja. Nem csak az a kiváltsága minden kereszténynek, hogy várja, hanem hogy siettesse is a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelét. Kedves testvéreim, szívemből kívánom, hogy tovább tanulmányozzuk ezeket a nemes igazságokat, és a Jóisten adja meg, hogy tartozzunk mi is a szentély és szentek szentje népéhez, hiszen a mi Urunk ott van, és készíti az ő eljövetelét azáltal, hogy egy különleges népet készít maga számára. Jóisten gazdag áldását kívánom mindenkire, akik tanulmányozzák és foglalkoznak ezekkel. Hogy a Jóisten adja meg, hogy nem csak tanulmányozzuk, hanem lássuk is, és szereplői legyünk az ő kegyelme által ezeknek a dolgoknak. Amen.